Kedves nézőink, a napokban zajlik a Párizsi Klímakonferencia, aminek a legfőbb mondani valója az, hogy a globális felmelegedés miatt veszélyben van a bolygón. Ennek egyik okozója az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása. Szentesen van egy olyan cég, amely már nagyon sokat tett azért, hogy alternatív energiát felhasználja, hiszen a távfűtés az geotermális energiával működik. 2014-ben egy napelem parkot is létesített, aminek kapcsán a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatóját, Döbrös Iván urat kérdezem, hogy milyen apropóból létesítettünk ezt a napelem parkot. Üdvözlöm a Kurca Televízió nézőit. Elsősorban azért létesítettük ezt a napelemparkot, hisz az egyik legnagyobb villamosenergia fogyasztási helyen vagyunk. Itt működik egy termálkút szivattyú, és továbbító szivattyúk működnek. Ezeknek a villamosenergia kiváltására létesítettük ezt a napelemparkot. Mekkora volt a beruházásnak az összértéke, és volt-e hozzá állami támogatás vagy Európai Uniós támogatás? Ezt a napelemparkot 30 millió forintból valósítottuk meg. 2014-ben adtunk be pályázatot, sajnos azonban nem nyert a pályázatunk, és akkor kettő darab napelemparkot akartunk létesíteni, így a két napelemrendszernek a saját ereje rendelkezésre áll, és így egyet meg tudtunk teljesen saját erőből valósítani. Mekkora ez a napelempark, hány panel van, milyennek a teljesítménye? Ez a napelempark 50 kW-os, 200 panelből áll. Ebben a decemberi időjárásban egyáltalán termele valamit? Természetesen termel ilyenkor is a napelemrendszer. Nyilván a napjárásának függvénye, a rendszer teljesítménye, csúcsidőben tud 50 kW-ot, jelen pillanatban, ebbe a borús időben egy-egy ilyen panel rendszer 2,5 kW-ot tud termelni. Van-e többletenergia is, azzal mi történik? Azt az energiát, amit nem használunk fel ezen a telephelyen, azt az áramszolgáltató hálózatába kapcsoljuk be. Ott van egy úgynevezett ADVESZ mérőóra, és amennyit elfogyasztunk, illetve amit a hálózatra termelünk, ennek az egyenlegével kell elszámolnunk. Mik a tapasztalatok így egy évvel a beruházást követően? Hogy jól döntöttünk, ugyanis ennek a telephelynek a fogyasztása éves szinte mintegy 60 ezer kilowattóra. Ezzel szemben a napelemrendszerrel megtermeltünk 50 ezer kilowattórát. Akkor ez ennek jelentős költség megtakarítás? Természetesen, és így a számításaink is beválnak, hisz 6-7 év lesz így a megtérülési ideje. Hát a pályázaton nyertünk volna rá pénzt, 50%-át legalább, akkor ez fel ennyi idő alatt megtérülne. És éppen ezért tervezzük jövőre szintén egy 50 kW-os napelemrendszernek az építését. Azt melyik termálkúthoz? Az Ilona-parti termálkúthoz tervezzük, hisz ott még nagyobb a villamosenergia felhasználásunk. Sikerült most már olyan területet szereznünk, ahol el fog férni a napelempark. Kérem, nagy vonalakban magyarázza el, hogyan is működik ez a rendszer? Egy ilyen napelem, egy tábla, ez 200 watt villamosenergia termelésére képes. Elsősorban tehát egyen áramot állítanak elő. A panel alján, másik oldaláról lehet látni azokat a berendezéseket, ahol összegyűjtik a villamosenergiát, és sorba kötéssel végig elkerül az inverterhez. Inverter alakítja át az egyen áramot váltóárammal. Látszik is most jelen pillanatban is, hogy működik, és ebben a borús időben egy ilyen 10 kW-os elem csoport, az most nem tud csak 680 wattot termelni. Nyilván, hogyha naposabb az idő, nyáron meg főleg, akkor a napjárása magasabban van, kellő szögben érik a paneleket, akkor ez a teljesítmény még nagyobb, és akkor ő le is tudja adni a 10 kW-ot. És utána mi történik? Az inverterből kijövő váltóáram ezeken a kábeleken keresztül kimegy az áramszolgáltató felé, ahol az átadás átvételt mérőóra van elhelyezve, és így kapcsolódik rá ott egy transformátornál
az áram hálózatára. Igényel-e karbantartást a rendszer? Volt-e arra példa, hogy az egy év távlatában műszaki meghibásodás történt volna, és milyen élettartamúak ezek a napelemek? Műszaki meghibásodásunk nem volt szerencsére. Karbantartás természetesen igényel, mint minden berendezés. Elsősorban akkor, amikor nincsen csapadék, poros a napelemeknek a felülete, azt le kell tisztítani a jobb hatásfok elérése véget. Ezeket a napelemeket garanciával 20 évre vállalja a gyártócég, annyi garanciát ad rá. Természetesen a 20. évben már a teljesítmény nincs olyan, mint az első évben, akkor már 90%-ra lecsökken a teljesítmény, 85-90%-os lesz, de még akkor is működni fog. Ön a Magyar Geotermális Egyesület elnökségi tagja. Milyen jövőt jósol a geotermális energia felhasználásának? Mivel a kormányzati akarat és a vállalás az unión belül az, hogy a megújuló energiát minél nagyobb mértékben fogja Magyarország is használni, hasznosítani, így természetesen van jövője a termálenergiának is. Ez látszik már is, hisz addig, mi korábban 5-6 településnek a kommunális fűtését látták el termálenergiáról, addig már most 15-16 településen jelen van a termálenergia. Tehát ez még úgy ítéljük meg, hogy tovább fog bővülni, hisz megfelelő potenciál van alattunk. Ezen még szakemberek is vitatkoznak, hogy pótlódik, nem pótlódik a termálvíz készletünk. Mi nekünk vannak olyan méréseink, amivel azt tapasztaljuk, hogy Szentes térségében van pótlódás. Az, hogy ez milyen sebessége és hogy fog realizálódni, ez majd függ a hatósági munkától, hisz jelen pillanatban egy-egy termálkút engedélyeztetési eljárása igen hosszadalmas és bonyolult. Olyan feladatokat ró egy kút kivitelezőjére, amelyet véleményünk szerint állami feladatként kellene megoldani, hisz egy-egy hatástanulmányt egy vízbefogadóra nem a engedélyesnek kellene elkészítetni, hanem a vízkezelőjének már tudni kellene azt, hogy milyen feltételekkel hogyan lehet a vízelhelyezést megoldani. Tudja ajánlani ezt a rendszert akár ipari, akár mezőgazdasági felhasználás? Természetesen tudom ajánlani, hisz itt egy olyan rendszer valósult meg, amire nyugodtan mondhatom azt, hogy megújulót megújulóval állítunk elő. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, most pedig nézzünk szét a nagyvilágban, mások hogyan hasznosítják a nap energiáját.